Milyen céllal hozta létre ezt az alkotói kört? Valahol egy belső késztetés volt, hogy többféle korosztályjal is foglalkozzak, és gyakorlatilag kipróbálhassam a pedagógia különböző csinyát, így a a, 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 munkám mellett jött ez az ötlet, hogy egy teljesen más korosztálynak is megpróbálok egy ilyen nyitott műhelyt biztosítani, ami során különböző igényeket képzőművészet terén, festészet, illetve rajz, rajzolási szándékot a tudásom alapján megpróbálok támogatni, segíteni. Hogyan gyűltek össze a tagok? Hát ez 2009-ben indult, ez a történet. Akkor egy újságérdetés kapcsán hirdettük ezt meg végül is a és akkor így az első érdeklődőkör így jött össze gyakorlatilag. Hát azóta már eltelt pár év. Hogyan változtak, illetve kikerülhet be ebbe az alkotói körbe? Az elképzelésünk az, hogy a, a kör, elnevezését is megváltoztassuk, és nyitott galéria nevet vegyünk fel, ami utal arra is, hogy végül is bárki olyan érdeklődő előtt nyitott a kör, aki szeretné magát kipróbálni a képzőművészetek különböző területein. Kezdetben hat taggal indult, de ő közülük egy hölgy az, aki változatlanul jár a körbe. Jöttek újak, fiatalabbak, idősebbek is. Mondhatni, ez egy egy állandó, állandóan változó kis közösség. Vannak olyanok is, akik, akik vissza-vissza járnak, de vannak olyanok is, akik azóta rendszeresen tagjai a körnek. Egyfajta tanmenet szerint haladnak, vagy milyen a témaválasztás? Hát igazából ez, ez teljesen a körtagjaira van bízva, hogy az adott elképzelésük alapján haladhassanak. Természetesen vannak olyan, olyan, közös feladatok, amik úgy gondolom, hogy az előrelépéshez elengedhetetlenek. Rajzolunk közösen, vannak beállítások, beállításos feladatok, stúdiummunkák. Természetesen fontos az úgy gondolom, hogy mindenak, aki rajzol, mindenak, aki fest, legyen egy alapismerete a a, a térábrázolásról, a geometriáról, a perspektívát ismerje, hogy aztán majd, hogy ha olyan feladatok kerülnek elő, ami akár egy beállítás útján készített tanulmánymunka, akkor, akkor a, ne okozzon problémát akár egy szögletes vagy mérteni testábrázolása is. Milyen előnnyel szolgálhat az, hogyha valaki egy ilyen alkotókörnek a tagja? Hát én igazából azért járok ebbe a szakkörbe, mert egyetemre készülök, és felvételizni szeretnék ebben a hónapban, áprilisban, és nekem nagyon sok segítséget ad, hogy a volt iskolámban a volt tanárom képezhet továbbra is. Melyik stílus áll önhöz a legközelebb? Most kezdtem el olajjal festeni, most ez nagyon tetszik, és most ebben is próbálok a legtöbbet foglalkozni, mert az egyetemen ezt nagyon szeretik, valamint az akarát részesítem előnyben. Mennyit kell gyakorolni ahhoz, illetve mikor derül ki az, hogy az ember alkalmas egy ilyen képzőművészeti egyetemre? Hát én igazából már gyerekkorom óta rajzolgatok, festek, és hát már mikor gimnáziumba jártam az Adi Endre, hát a iskolába és gimnáziumba, már akkor tudtam, hogy én oda szeretnék menni, csak különböző okok miatt én nem tudtam elmenni, és még mindig megvan ez a tervem, és most már szeretném megvalósítani, ha lehet.